szegi kapus gurítja ki. A legutóbbi fordulóban a félidőben csereként pályára lépett Szajol ellen. Két kapott gól fűződik az ő nevéhez akkor. Ma pedig ő kezd a fiatal 16 esztendős Jakab Kristóf helyén. Nagyon sok gólt kap egyébként a kisújszállás. 47-nél járnak, ez a második legtöbb ebben a mutatóban, mindössze a Besenyszög kapitulált náluk többször. És a negyedik legrosszabb gólkülönbség is a kisúji csapat nevéhez fűződik, mínusz 24-es, sajnos a miénk sem pozitív, viszont mi csak egyel kaptunk kevesebbet, mint amennyivel lőttünk. Pedig a helyzeteink rendre megvannak, most is egy kísérlet Terjék előtt. Elkerülte azonban a hosszú alsót, Szekinek nem kellett hozzáérni. Ugye ne feledjük, hogy a szezon elején Fekete László őrizte rendre a karcagi kaput. Belényesi azonban az elmúlt hetekben újra átvette a stafétát a fiatal portástól. Szívós egyel tovább, Szívós Gergő is egészen jó formában focizott az elmúlt hetekben. Időnként egy sorral feljebb kapott lehetőséget, és kevésbé a védelem előtt játszva sokkal inkább támadó középpályás pozícióban brillírozott és mutatta meg tehetségét. Most például majd berobbanhat erre a szögletre, amit Szent Annai kanyarint középre. Szent Annai és Terjék, akik a legtöbbször ott voltak a karcagi kezdőcsapatban, idén ez a 13. olyan meccs, amikor kezdenek, és ez a pontrugás is veszélyes, elkerüli azonban Szegi Gábor kapuját. Belényesi beengedi, Penti csapott volna le a labdára. Három gólos, pedig mindössze a 6. alkalommal kezdő Penti Roland, és egy rendkívül fiatal játékos, mindössze 16 esztendős. Kis újszálláson is meg kell próbálni megtalálni azt az egyensúlyt a rutinos és a fiatal játékosok között, ami hasznos lehet a csapat szempontjából. Terjék! Lapos beadás, érkezik valaki középen, Szegi azonban nagyot véd. Közvetlen közelről bombáztuk bele a kapusba a labdát. Okos ível, nem sikerül azonban megcsúsztatni. Hosszú indítás, most nagyon sokan elől maradtak a piros mezesektől, sikerül átrugni a hosszú oldalra. Jó a merrevétel, még egyel tovább, aztán a lövés már pontatlan. Megvolt a legnagyobb eddigi kisújszállási helyzet is a mérkőzésen. Most könnyedén lekontrázhatta volna a hazai alakulatot a kisúj. Domokos a bal kezét emelte, helyezkednek középen a piros mezesek. Új pedig érkezik és felelő helyre állítja a két tagú kisújszállási sorfalat, amely kiegészül egy újabb taggal. Ez a biztos, gondolja Szegi Gábor. Most jól érkezik, Bencsik fejel, és megvan a vezető karcagi gól. Első kezdőként lejátszott felnőtt bajnokián Bencsik eredményes Domokos beadásából a 19. percben megszerzi a vezetést a karcagi csapat. Már lehet, hogy Domokos lövése is veszélyes lett volna, így azonban, hogy középen Bencsik beletette a fejét, abszolút védhetetlennek bizonyult Szegi számára. Kevesebb mint 20 perc játék után sikerül megszerezni a karcagiaknak a vezetést kisújszállás ellen. 1-0 az állás. Így kell debütálni, mondhatná Bencsik. Nem is lehet jobban. Hoppá, rögtön ott a válasz! Nem!
mellé bombázzák a kipattanót, hatalmas egyenlítési lehetőség a kisújszállás előtt. Perék. Belül domokos, ott nem szabad bántani. Lövésre vissza. Jó a csel. Szegi lábbal. Szent Annai. Domokos. Ladányi. Ki a szélre. Nagyon jó ütemben. Nem jön azonban a beadás. Most egy lövési kísérlet, Belényesi kapu fölé paskolja. Perjék. Domokos. Ladányi. Iggacsel. Arra nem számított, hogy Erdei is érkezik. Nagy gólhelyzet ismét. Kis. Ez is kapufa. Azért az eddig eltelt bő fél óra alapján nem lehet panasz a játékvezetői hármas tevékenységére, pedig azért az ő esetükben összeszokottságról alig ha beszélhetünk. Szent Annai, ahogy már megszokhattuk, ő az ászlónál a labda mögött. Szegi jön, ki perdül a kezéből a labda. Aztán pedig hiába vetődik rá, nem kellett beleérnie. 36. perc. Szent Annai vállalja el, a sorfalon túljutott, sokáig viszont nem, leblokkolták. Ez pedig egy gyönyörű gól! Kettő nullára vezet a karcagi csapat. Erdei észlelt a leghamarabb. Övé lett a kipattanó. És egy nem túl jó Szent Annai szabadrugást így sikerült gólra váltani. Szívós. Hosszú labda. Kis. Elmegy a védő mellett. Lerázza magáról. Kis Sándor. 3-0. Szépségdíjas gól. Eldőlni látszik a mérkőzés. A 40. percben újra eredményes a karcagi csapat. Ez is egy szép összjáték. Középen már kérné a labdát a társ. Második szándékból azonban sikerül kiharcolni egy szögletet. Elsőre valahogy csak nem akart kigurulni a labda. Aztán a védőbe rúgva már elhagyta a játékteret. Szent Annai, ez is veszélyes. Lehet ismételni. Minden pontrugásunkban ott van a gól lehetősége és a gól veszélye. Ezek azért változatlanul jól mennek a csapatnak. Összeszalad a kapus és a csatár. Ide mind a ketten jól vannak. És már az első félidő ráadásában jön a harmadik egymás utáni szöglet. Ez sikerül kifejelni a kékeknek. Szép összjáték. Orosz a 16-oson belül.
Nem volt az rossz lövés estében a csapat vezetőedzője. Sikerült tovább fordulni. Ez az indítás sem rossz. Most már a 16-oson belül. A beadása azonban nem talál embert Orosnak. Belényesi szépen húzta le. Tomokos. Szívós Gergő. Domokos mellel tovább, kis, nagyon nagy helyzet, nagyon szép gól, 4-0. Jó néhányszor megkapta a karcagi csapat, és megkapták a játékosok, hogy bizony gyakran motiváltság és hangulat kérdése, hogy miképpen szereplünk. A mai napon ezekkel semmi gond nincs. Ineszes megoldások, szép cselek, szép mozdulatok jellemzik a miénk játékát. A vendégek pedig újabb kettőt cserélnek, 12-essel Dobos Róbert, 14-essel pedig Jakab Sándor lép pályára. Dobos 12-szer kezdett eddig a szezonban, mindössze ez volt a második olyan találkozó, amikor ő nem volt ott kezdő sípszónál a pályán, most azonban csereként egy bő fél órát kap. Újabb karcagi helyzet, sikerül elhúzni a kapus mellett a vonalról, azonban a védő ment. Marad a 4-0. Kiítési lehetőség a kisújí csapat előtt. Ladányi kéri el a labdát. Pelényesi az ötösön áll. 5,5 métert még majd vissza kell sétálnia. Ladányi pedig ezt nézegeti, hogy melyik fűcsomóra állítsa. Egy picit még elgurult onnan. Belényesi pedig felméri a kaput, vajon merre vetődjön. Jó, 11-es elő, ezt azonban most nem sikerül árítani, a jobbra indul. Ladányi pedig a kapu bal oldalába lövi. 4-1 az állás. 60. perc óta nem láttunk gólt. Akkor, amikor szépített a kisújszállás, ha gyorsan tudtak volna rárugni még egyet, akkor talán izgalmasabb és nyíltabb lehetett volna a meccs. Ez a szabadrúgás egy picit borzolta a kedélyeket, és egy kicsit megnövelte a karcagi szurkolók pulzusát. Nem sokkal, de ez legalább kapu felé tartott. Nem volt meg az az átütő erő a vendégcsapatban ma, ami elég lett volna ahhoz, hogy itt legalább egy pontra rászolgáljanak. Mi pedig főleg az első fél időben szépen és tetszetősen játszottunk. A negyedikkel pedig végleg eldöntöttük a 3 pont sorsát. Nagy helyzet! Nem sikerül belőni. Ladányi most kicsit bosszús lehet magára. Ez komoly lehetőség volt. Oroszmester pedig Szabó Ferenc Martinnak is lehetőséget ad a pályára lépésre. Ez lesz az első felnőtt mérkőzése a fiatal játékosnak. És a debütáló, kezdőként először pályára lépő, gólt szerző, majd egy 11-est összehozó Bencsik Zoltánt váltja. Bencsiknek is emlékezetes tehát az első ilyen ligetúti meccs. És hát könnyen lehet, hogy jó teljesítményével akár majd a következő héten is ott lehet a karcagi kezdőben. Még egy nagy helyzet! Belényesi ezt megfogja. A játékvezető már megállította az akciót, tehát hogyha gólra váltja a helyzetet a kisújszállás, akkor sem lett volna az érvényes. Ennek ellenére Belényesi zicsert fog.
Domokos. Tor rajta egyet, aztán rálövi. És milyen jól teszi, hogy rálövi. 5-1. Domokos jó 35-40-ről. Ragaszt még egy gólt a kis új kapuba. Ezzel talán beállítja a végeredményt. Ez már nem volt benne a játékban. Nem érződött az a csapatokon. És főleg nem a miénken, hogy lesz még itt gól. Domokos nem így gondolta. Nem elégedett meg azzal, hogy gólpasszal búcsúzik a hazai közönségtől erre az évre. Úgy gondolta, hogy tessék, akkor rugok még egy ilyen gólt, erre aztán majd lehet emlékezni sokáig. És ez a gól egyben a mérkőzés utolsó jelenete is. Kui Tibor ugyanis a szájába vette a sípot és lefújta a találkozót. Meg kell dicsérjük mindhárom alkalmi játékvezetőt, akik nagyon jól látták el a feladatukat. És végig sportszerű mederben zajlott a találkozó, ez pedig a játékosok dicséretét is. És elismerését is kivívja. 5-1-re győztünk tehát a nagykunsági derbén, a kunsági El Clásicón 2017 utolsó hazai bajnoki mérkőzésén. Tehát a 14. forduló után Karcak-Kisújszállási mérkőzés Karcai és kisújszállási mérkőzés után kérdezzük Orosz Pistit, hogy mit szól ehhez a mérkőzéshez, hisz elég érdekes volt ez a mérkőzés. Igen, elég érdekesen alakult a mérkőzés, mert a játékvezetők nem érkeztek meg, nem küldtek játékvezetőt a megyeiből, de ezt a két csapat úgymond a jó kapcsolata révén orvosolta, mert Kui Tibort a kisújszállás utánpótlás edzőit bíztuk meg a játékvezetésre, és a karcagi cserejátékosok pedig Fekete László és Kovács László voltak az asszisztensei. Ez a úgymond jelenség szerintem nem zavarta meg a két csapatot. Az első fél időben eldöntöttük a mérkőzést a 3 góllal, a második fél időben felhívtam figyelmet, hogy ne vegyünk vissza a tempomból, és próbáljunk minél több gólt és a nézőket kiszolgálni. Szerintem ez sikerült is. Igaz, hogy kaptunk egy gólt a kisújszállás csapatából, 11-essel meg tudta szerezni a szépítési találatot. Reméljük, hogy az utolsó fordulóban is ki fog tartani ez a jó szériánk, és a Tiszafjordvár csapatát idegenben meg fogjuk tudni, le tudjuk majd győzni. Hát ebben az évben már az utolsó forduló következik a jövő héten. Elégedett vagy az eddig elért eredménnyel? Hát abszolút nem vagyok elégedett ezzel az eredménnyel, nem így terveztük ezt a szezont, nagyon át kell értékelnünk, remélem, hogy a vezetőkkel le fogunk tudni ülni, és ezt át fogjuk tudni értékelni, és tényleg egy más karcagi csapattal fogunk tudni a tavaszi szezonba felállni. Orosz Pistinek köszönjük szépen, és gratulálunk a győzelemhez. Köszönöm szépen. A kisújszállásiak részéről Újfali Viherik nem nyilatkozott kamaránknak.